Több ezeren vettek részt Bosznia fővárosában, Szarajevóban az ország első meleg büszkeség menetén. A rendőrség szigorú biztonsági intézkedéseket tett. Az interneten heves ellenkezés fogadta a rendezvényt, ezért a szervezők tartottak egy esetleges támadástól. A menet végül békésen célba ért. A Pride egyik prominens résztvevője az Egyesült Államok nagykövete volt, aki maga is meleg. A közösség számára nagyon fontos az, hogy látható legyen. Itt élnek, ugyanakkor a diszkrimináció miatt rejtőzködni kényszerülnek. Ritka az ilyen nap, mint a mai. Nagyszerű nap ez, kint vagyunk az utcán, ez egy békés demonstráció. Az ellentüntetések tegnap voltak, azok is békések maradtak. A rendőrség pedig fantasztikus munkát végzett, mondta az amerikai nagykövet. Ez a tüntetés a meleg közösség elleni diszkrimináció és erőszak ellen emeli fel a szavát. Így gyakoroljuk a gyülekezési jogunkat Bosznia-Hercegovinában, mondja ez a melegjogi aktivista. Boszniában a közbeszédben széles körben elterjedtek a melegellenes vélemények, a Pride előtt melegellenes tüntetéseket is tartottak. Vasárnap pár tucat ellenző demonstrált egy muzulmán szervezet vezetésével. Azért gyűltünk össze, mert ki akarjuk fejezni a tiltakozásunkat a meleg lakosság életmódja ellen, amelyet valaki ki akar hozni a normális közösségi térbe, mondja ez a szervező. Ide akarják hozni az utcáinkra, a tereinkre, a gyerekeink közé. A gyerekeink és az unokáink jogát védjük, hogy normálisak lehessenek. Harcolni akarunk ez ellen, harcolni a meleg életmód ellen, amelyet próbálnak elterjeszteni az iskoláinkban, az otthonunkban, az egyetemeken. A Balkánon Bosznia-Hercegovina volt az utolsó ország, ahol még nem rendeztek Pride-ot, amelyben sokan a kisebbségi jogok érvényesülésének tesztjét látják, ami pedig fontos előfeltétele az ország áhított uniós csatlakozásának.